Ahogy itt a végén elhangzott, ugye két fordulat, két Fejér megyei csapat is a végén lopta el tőletek a pontot. Miben volt mondjuk más ez a mai meccs, mint a fehérvári? Talán annyiban más volt, hogy most a második, igazából nem tennék nagyon különbséget a kettő között. Ugyanúgy megvoltak a második félidőben a lehetőségeink. Ott ugye annyi, hogy 1-0-nál kellett volna eldöntenünk a mérkőzést. Most 1-1-nél nagyon bosszantó mind a kettő vereség. Nehéz most értékelni, így első nagyon sok érzelem van bennem. Nagyon csalódottak vagyunk, erre most nagyon nem tudunk mit mondani, erre nincsen mentség. Ez most már sorozatban a harmadik vereségünk a bajnokságban. Nem engedhetjük meg magunknak ezeket a mérkőzéseket, amit előző héten is játszottunk, és most is ezeket be kell húzni, bármilyen szenvedősek is. Be kell ütnünk a helyzeteinket, amikor a döntő pillanatokban. Nehéz bármit is hozzáfűzni. Ugye azt szokták mondani, hogy az azért egy pozitív dolog, hogy a helyzetek megvannak, csak azokat be kell lőni. Sokan nagyobb lenne a baj, ha nem lennének helyzetek. Nincs elég helyzetünk, én azt gondolom. Tehát oké, vannak helyzeteink, vannak nagy helyzeteink, viszont ennél sokkal támadóbb és dominánsabb focit szeretnénk játszani. Ez nem valósul meg mostanában. Általában a mérkőzések elejét uraljuk, ott jobban tudjuk még követni a meccs tervet, de valahogy a második félidőben szinte mindig elveszítjük a kontrollt, ahogy most is történt előző héten is, úgyhogy nagyon sokat kell ezen dolgoznunk. Majd kicsit más felállásban léptetek pályára, ez milyen volt belülről a pályáról? Nagyon nagy különbséget én nem éreztem, nagyjából ugyanazokat a pozíciókat kell felvenni, talán egy kicsivel másabb, egy kicsit tehermentesítik így a szélső támadókat, de nagyjából ugyanaz.